Sziasztok, Tóth Szabolcs vagyok. A kezemben egy Fender Player Stratocaster van, zsírúj, gyári állapotban még fóliás, amiről azért érdemes beszélni, mert ha valaki a Fender jellegű hangszereket szereti, és már anyagilag túl tud nyújtózkodni a Squier árszínvonalán, ami most nem is annyira alacsonyan van, mert hogy az árak elszálltak, és a jubileumi 40 éves Squier modellek legteteje az durván 200.000 forint. Korábban a Fender Standard szériája volt, 175.000 forinttól indult, és onnan fölfelé, ugye attól függ, hogy melyik modellt választottuk. Ugye a sima modellek voltak durván 175.000 forintos árban, onnan fölfelé, ugye amin egy plusz top volt, azok voltak, mit tudom, egy 20-25 ezer forinttal magasabban, aztán a Floyd Rose-os volt a legdrágább. Illetve voltak speciális mexikói modellek, mint ami nekem is volt, Classic Player 60, ami amerikai elektronika, custom shop design, illetve a deluxe modellek. Ez teljesen átalakult, megszüntette a Fender a standard szériát, és egy időben kihozta a Fender Player szériát. És ez ugye már a Player szériából van, HSS pickup kiosztással, amit én ugye jobban komálok, mint a sima single coilost. Ezzel egy időben megszüntette a Fender az American Standard szériát, és sok fórumos bejegyzés azt taglalja, hogy valójában ez a Player széria egy Mexikóban gyártott American Standard gitárnak felel meg, persze némi kompromisszummal. Ugyanakkor mégis igazat tudok adni, mert az American Standard utolsó időszakában gyakorlatilag már ez a hurláb volt a gitárokon, hogy a kezelőszervek gyakorlatilag megegyeztek, illetve a műszaki paraméterei is megegyeztek, illetve ez a kulcskészlet volt az American Standard-en is. Tehát, hogyha úgy nézzük, jutányosabb áron hozzá lehet jutni egy American Standard modellhez, szerintem kivéve az elektronikát, mert az elektronika az egy sima mexikói elektronika. A Player széria fölött található a Player Plus modellcsalád, ami elég friss, körülbelül egy éve hozták ki, és ez a Player Plus pótolja a korábbi Deluxe szériát. A korábbi Deluxe széria a nagyfejes verzió volt, satus kulcsokkal, kétpontos tremolóval, 12-es rádiusszal és noiseless szettel. Ezt most a Player Plus pótolja, és annyiban különbözik, hogy nem nagyfejű, hanem ugyanez a fej kialakítás van, 12-es rádiusszal, és a humbucker az nem ez a hagyományos kinézetű és kivitelű, hanem egy fém tokozású és három-három eltort csavarsor van a pick-upon. Én kipróbáltam Palermóban egy hangszerboltban azt a gitárt, és meg kell dicsérjem, mert én nem vagyok egy Fender Noiseless pick-up párti, de az abban lévő noiseless pickupok esküszöm jól szóltak. Az egy fullcsöves Marshall kombón lett kipróbálva, nem éreztem azt, hogy kicserélném azokat a pickupokat. Úgyhogy érdekes alternatíva lehet. Amit én nagyon szeretek a Player szériában, hogy kinézetében tényleg egy amerikai modellre hajaz, tehát az, aki kevesebb pénzt tud rászánni, nem kell elszenvedni azt, hogy tök más Fender logó van rajta. Ez a logó kialakítás teljesen megfelel, ezt szerintem el tudja fogadni bárkinek a lelke. Én a korábbi fekete logózást azt én nem szerettem igazán. Érzetre a gitár hozza azt, amit egy Fender hozni szokott. Én nem bánnám már, ha egy picit fejlesztenének például ezen a szögletes nyakrögzítésen. Ugye van a Deluxe féle nyakrögzítés, amikor itt ez a csücsök le van csapva, már az is sokkal jobb. De
a konkurencia szerintem egy picit most előrébb jár. Tehát egy Ibanez AZ szériát kézbe veszünk, annál egy hiperergonomikus kialakítással találkozunk, de hogyha maradunk a Leo Fender családnál is, a Music Man, illetve Sterling modelleket nézzük, akkor ott is egy jóval kényelmesebb nyakrögzítéssel találkozunk. Persze, el lehet ezt fogadni, tehát nincs ezzel különösebb baj, de ha kritikát akarok mondani, akkor ezt például ide sorolom. Ugyanakkor a kapcsoló az nagyon stabil, szerintem egy minőségi darab, lehet érezni, hogy ez 10 év múlva is kapcsoló lesz, a potik is könnyen járnak, de mégsem ez a lötyögős érzés, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Mivel ez egy HSS modell, igazság szerint a drive hangjára vagyok nagyon kíváncsi, úgyhogy mindjárt megzörrentem backing track-ekkel a gitárt, és meghallgatjuk, hogy mire jutunk vele. Szerintem a hangszer azoknak szól, akik közepes árszinten akarnak Fender élményhez jutni, nem fognak szerintem nagyon csalódni. Ugye a Fender Stratocaster az egyik legkönnyebben tuningolható gitár, könnyű rá satus kulcsokat tenni, nagyon egyszerű ugye a koptatót levenni és új pick-upokat bele dobálgatni. Meséltem is egy korábbi videómban, hogy egy Squire Standardet hogy építettem át egy szerintem nagyon profi Stratóra, rostinyakkal, full elektronika cserével, és én nagyon-nagyon szeretem azóta is azt a gitárt. Ne féljetek belevágni egy ilyen projektbe. Oké, visszajövünk backing track-ekkel. Sziasztok!